Mennyiségi és minőségi változás is lesz szeptembertől a gyömrői busz közlekedésben. Két párhuzamos járat, légkondicionáló berendezés, ingyenes internet és egy különleges applikáció is segíti majd az utazást kellemesebbé tenni. Óriási mértékben változik meg a helyi buszközlekedés, az átalakításnak pedig az az oka, hogy a város lakossága az elmúlt jó néhány év alatt duplájára növekedett. Tehát eddig folyamatosan egy járat járt körbe a városba és szállított az utasokat, viszont a lakosságszám növekedés, amely nagyjából 6-8 ezer főt jelentett az elmúlt évek alatt, ez most már kinőtte a helyi buszt, tehát lépést kell tartanunk ezzel az utazási igényváltozással, úgyhogy ezért a képviselőtestület úgy döntött, hogy szeptember 2-ától koncessziós formában fog üzemeltetni a helyi buszjáratot, és kettő párhuzamos buszjárat fog működni a városban, tehát gyakorlatilag megduplázódik a helyi buszközlekedésnek az útvonal mennyisége, és innentől kezdve a lakosok is sokkal sűrűbb menetrenddel tudnak eljutni, főképp a vasútállomásra és a vasútállomásról vissza a lokóhelyükhöz legközelebb eső buszmegállóhoz, illetőleg a városközpontba, de nem csak ez lesz a változás, nem csak mennyiségi változás lesz a buszközlekedésben, hanem nagyon jelentős minőségi változást is szeretnénk bevezetni. Az egyik, hogy minden egyes buszmegállóban szigorúan fogunk figyelni, és előírjuk a szolgáltató felé azt, hogy járattérképnek, tehát városra kivetített járattérképnek kell lennie, és folyamatosan kint lévő menetrendnek. A másik, most már az utazók igénye elsősorban az internetezés felé fordul, hogy a helyi buszon ingyenes wifi szolgáltatás lesz szeptembertől, tehát mind a diákok, mind pedig a felnőttek ingyenesen internetezhetnek a helyi buszon, amikor éppen ott utaznak, emellett pedig még egy rettentő fontos kényelmi szolgáltatás lesz utazóközönség felé, ez pedig az, hogy egy mobil applikáción keresztül folyamatosan követhetik a járatnak az útvonalát, és látják majd az utasok, akinek a mobil applikációja megvan és működik, hogy pontosan hol van a busz. Tehát látja, amikor bemegy a közértbe, hogy jó, még nyugodtan bemehetek vásárolni és meginni egy kávét, mert a busz még távol van, de azt is látja, hogy most már igyekeznem kell, mert mindjárt befordul a sarkon, tehát mindegyik buszjáratot, ami városban működni fog, a mobiltelefonján, minden okostelefonon és ezzel rendelkező lakosunk láthatja, és ez szerintem óriási könnyebbség. Tehát több ezer lakos vesz igénybe a helyi buszközlekedést, akiknek mind az ingyenes wifi, mind a megduplázódott járatsűrűség, mind pedig a GPS alapon applikációval követhető járat pontos hely, ami szerintem nagyon nagy segítséget fog jelenteni, amellett természetesen, hogy továbbra is elvárás lesz a kerekesszékkel, babakocsival történő könnyített felszállás a buszra, illetőleg továbbra is elvárás természetesen minden buszjáratunkon a légkondicionáló berendezés. Polgármester úr említette a szeptember 2-ai dátumot, ez az iskola kezdésnek is a dátuma. Nyilván akkor több utas, főleg a diákokra gondolok, veszik igénybe ezt a járatot, erre is gondoltak nyilván. Természetesen azért időzítettük így az időpontot, hogy a nyári időszakban ez a pályáztatás és a buszközlekedésnek a teljes átalakítása, upgrade-elése az megtörténhetett, és szeptember 2-ától már egy lepróbált járatútvonallal, új járművel, új kibővült szolgáltatásokkal, amikor a tanévkezdéssel megtöbbszöröződik az utazóközönségnek a száma, onnantól kezdve már indulunk. És egy felújított főutcával. Így van, a busz már két főút tekintetében is a városban, most már a felújított utakon fog közlekedni.